Üdvözlünk szeretettel mindenkit, Molnár F. Árpád vagyok, a Hírhető Multimédia alapító főszerkesztője, Hírarina online főszerkesztője. Telefonon beszélek, a vonal másik végén Sarvak Iván Ildikó, a Csurka István által alapított Magyar Igazság és Életpártja, azaz a MIÉP országgyűlési képviselőjelöltje. Ő is egyike azoknak, akiket a Egyesült Államok beli, viszont Írországban bejegyzett, ezért a perekkel és a büntető perekkel és polgári perekkel is egyaránt legfőképpen Írországban perelhető Facebook betiltotta. Mint ahogy jó pár miépes országgyűlési képviselő jelöltet betiltotta Facebook, látványos az a politikai üldözés, és nekem egyébként kifejezetten azt tűnt föl, és országszerte jeleztek a miépesek, hogy kimondottan nagyon erősen ráutazott a Facebook a miépre betiltások terén. Egyébként engem is betiltottak, én ugye párton kívüli vagyok, és ismerőseimnek egyszerűen felszámolták a Facebook oldalát, megsemmisítették őket végleg. Tehát, hogy olyan politikai üldözés folyik Írország és az Egyesült Államok részéről a magyar politikusok, országgyűlési képviselőjelöltek, független és ellenzéki újságírók, a legnevesebb jogászok, ügyvédek, nemzeti jogvédők, valamint nemzeti hősök ellen, amit korábban nem tapasztaltunk, sőt, nagyjából azt akarom mondani, hogy nem tudom hány évre visszatekintve, összesen nem volt ennyi politikai üldözés. Elmondanád, hogy mi történt? Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves felvételnek a hallgatóit. Sarvak Iván Ildikó vagyok, a Békés megyei kirendeltségi MIÉP országos képviselőjelöltje. És hát bizony nagyon szomorúan tapasztaltuk mi is, hogy folyamatos atrocitások érnek minket a Facebookon. A legfontosabb rész az, hogy semmilyen módon nem hagynak minket békén. Betiltják az adatlapjainkat, betiltják a csoportot, betiltják a hivatalos oldalt. Egyetlen egy oldalt nem tiltanak be, amit a Fidelitas régi emberei készítettek egy humor oldalnak, és ott mocskolják a MIÉP dolgozóit, a MIÉP jelölteket, országgyűlési képviselő jelölteket. Ezt az oldalt hiába jelentjük mi, semmi nem történik. Ellenben az akár a MIÉP alelnökét, Deli Károlyt letiltják folyamatosan. Tehát nagyon-nagyon sok képviselő jelöltet. Tehát ez most annyira egyértelmű, és olyan indoka, ha van egyáltalán indok, nálam konkrétan nem volt indok, a félelmi annyi volt az indok, hogy kiírta, hogy hajrá MIÉP, egyből kapott 3 nap tiltást. Igen, akkor még szerencséje is volt, mert ugye a tiltások azok ilyen 30 napok. Tehát én is, ugye, mivel jönnek a választások, ilyen 30 nap. A legpitiánerebb kommentért, amit idéztem, egy YouTube hozzászólótól, és amit emiatt ezerszer fogunk idézni, mert nincs az ország a bolygón, amelyik betiltaná ezt az idiótát, kivéve én Mark Zuckerbergöt, meg a írországi politikus vezető bűnbandáit kivéve, és ugye én el is mondtam, hogy emiatt ugye, hát egyrészt tárgyalásokba kezdtünk egy nemzetközi jogvédő szervezettel, a Facebook elleni tömeges perek megszervezése és megindítása véget, valamint szervezetet is létrehozunk a Facebook politikai visszaélései. Világszerte, a világ gyakorlatilag összes ország ellen elkövetett politikai manipulációi és beavatkozásai ellen. Igen, szóval itt azért nagyon-nagyon fontos dologról is van szó, mert ugye most igaz, csak 3-3 napot kaptunk, de előtte már nagyon sok profilunkat véglegesen törölték, de olyan hülyeségekkel, mert nem tudok más mondani, nekem például az egyik profilomat úgy tiltották le, hogy az volt a kifogásuk, hogy kisméretű a profilképem. Na most gyorsan át akartam méretezni, ez nekem kb. Fél perc, mire már visszaraktam volna a nagyobb méretű képet, amit kihangsúlyozom, totálisan felismerhető, tiszta kép volt, tehát nem volt semmi trükközés benne, amire már nem volt profilom, vissza se kaptam. Tehát valami abnormális, tehát ez hogy lehet indok. A másik, hogy ugye mi Békés megyébe költöztünk, hogy elég messze vagyunk a barátainktól. Születésnap, névnap, valami jó kívánság. Megpróbáltam egy kedves barátunknak születésnapi kívánságot küldeni, egy rózsa, egy bombonos kép és egy magyar áldás. Már repült is a profilom, azt írták ki, hogy kéretlen tartalom, és meg is szüntették egyből. Na most kérdezem én, akkor itt mi lehetett a probléma? Mi zavarta őket? A vörös rózsa, a bombon vagy a magyar áldás? Aha.
abnormális az egész. Tehát annyi olyan sok indokolatlan dolog történik a Facebookon, és miközben olyan pornográf felvételek vannak folyamatosan, hogy az ember haja égnek áll, és próbálja a gyereket is tényleg távol tartani a számítógéptől, a Facebook közeléből, és azt nem tiltják le. Hiába jelentjük ezerszer, hogy nem vagyunk rá kíváncsiak, az a Facebooknak a válasza, hogyha nem tetszik, akkor tiltsam rá az illetőt. Hát vannak olyan dolgok, ami baromira nem tetszik, és undorító, és biztustalan, és nem tesznek ellene semmit. Az nem sérti a közösségi alapelveket? Hát igen, meg hát nem akarok utálni, mert ugye mi jobban vagyunk a homoszexuálisokkal, és mindig jobban voltunk, tehát nem is azért mondom, de például a Írországnak a kormányfője, Leo Varadkar, nyíltan homoszexuális, azt mondom a negyedik olyan miniszterelnök a bolygón, aki ezt nyíltan vállalja, és ugye hát a Facebookon, mert itt utalni kell arra, hogy a Inde Kenny, az előző miniszterelnök is belebukott, hogy nyilvánosságra hoztak e-mailes dolgokat is, amiket váltott Sheryl Sandberg-el, a Facebook ügyvezető igazgatójával. Tehát ugye a Facebook szervesen beavatkozott abba is, hogy milyen politikai vezetőket válasszanak meg Írországban, és az ír kormány kiket nevezzen ki a legfőbb adatvédelmi meg különböző pozíciókra. És a Guardian hozott is nyilvánosságra ilyen e-maileket, amiket egymással váltottak, meg hát egyértelműen látható az is, tehát hogy milyen viszonyban voltak az ír miniszterelnök a Facebook ügyvezető igazgatójával, Sheryl Sandberg-el. Korrupciós összefonódások azok, amik... Szóval Írország, tehát elérte most a mélypontját, tehát innen nézve Magyarországról az látható, hogy Leo Varadkar ír miniszterelnök óta a totális mélypontját érte el a Facebook, és olyan nyilvánvaló pofátlansággal avatkozik be a más országoknak a belügyeibe, és tényleg, tehát hogy miközük van hozzá nemzeti hősöket, hogy mernek betiltani. Tehát miközük van hozzá, hát az, akkor mi nekünk is ugyanolyan jogunk van beledumálni Írország belügyeibe, és mondom, hogy végképp meghatározta a mi kapcsolatunkat is Írországgal, az ír kormány bűnözés és a Facebook bűnözés következtében, valamint ugye emiatt napról napra egyre többeknek, majdnem kivételnek az összes cikkünk és filmünkben idézzük a Facebook elleni összefogást, ugye meg is hirdettük, hogy jelentkezzenek azok, akik politikai üldözést szenvednek el a Facebooktól, és akik ugye el vannak tévedve, hogy mert az egy magáncég, azért azt csinál, amit akar. Nem. Ütközik az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának, például, amelyet az ENSZ összes tagállama aláírt, 18, 19 és 20. cikkeibe is ütközik a Facebooknak a minősíthetetlen viselkedése, és mivel a Facebook túlnőtt azon, hogy egyszerű magáncégként lehessen kezelni, amíg ezért azt csinál az emberiséggel és a világ összes országával és annak belügyeivel és annak lakosaival, amit akar, úgy tiltja, ahogy akarja. Tehát, hogy ez a fajta Hollywoodban látott futurisztikus filmekben látható konstrukció, ahol a multik, bűnöző multik megszerzik a lakosság fölött az irányítás mindenféle téren, és akkor, hogy hát megtehetik, miért ne tehetnék meg, mert elvégre magántulajdona a Zuckerbergnek. Hát ez nem így működik, tehát ez az állatkertben működik így, a kedves hallgatók, idióták, azok között van csak olyan, aki azt mondja, hogy hát persze, hát ha megszerezte a múltja az emberiségnek a mindennapjai, mert ugye a Facebook jelentősen beleszól az emberiségnek a mindennapjaiba, borzasztó sok embernek, hogy hát akkor azt csinálnak, amit akarnak, mert ők ezt így kiépítették, megszervezték, elvégre rengeteg bűncselekményt, szervezett bűnözést követtek el az Egyesült Államok, meg az Európai Unió, és főleg nem is az Európai Unió, hanem Írországnak a vezetésével. Hát ugye olyan perekről is szó van, amikor Írország minden fórumon a tetves ír miniszterelnök így bezárólag mindent lesöpört, aztán az illető az Európai Unióhoz fordult, illetve az ír bíróság volt, egy független ír bíró merészelte ezt, hogy kikérte az Európai Unió véleményét, és akkor kiderült, hogy hát bocs, de Írországban sem lehet máshogy dönteni, mert eleve az európai jogrendszerrel ütközik a Facebooknak a viselkedése. Tehát az a magyarázat, hogy mert magáncég, ezért azt csinál, amit akar, és úgy irányítja az emberiséget, meg a választásokat, és eldöntheti, hogy kik kerüljenek hatalomra, mert egy tetves, suhanc bűnöző Mark Zuckerbergnek ilyen kedve, ilyen hangulata van, és meghatározza, hogy mely politikai irányvonalak szólalhatnak meg a bolygón, tehát ez nem így működik, azért van demokrácia, nem tetszik a Facebooknak a demokrácia, akkor el kell venni
Mark Zuckerbergtől egyszerűen törve, az is csak egy aláírásám elvenni. Láttuk az egész világ történelem során. Hogy kinek az unokája Zuckerberg, ugye? Hát ez is teljesen nyilvános. Egyébként már szóval van egy Facebook moderátor ismerősünk nekünk, aki elmagyarázta, hogy ez a Facebook moderálás hogy működik, főleg itt Magyarországon. Tehát mondjuk az alap felállás az az, hogy Facebook moderátor abban az országban, ahol lakik, ott nem lehet, csak egy másik országban, tehát teszem azt, hogy Magyarországon lakó Facebook moderátor, csak Angliában moderátorkodhat. Nem baj, hogy a nyelvet se ismeri, ez teljesen tök mindegy. Na most ilyen alapon ugye Magyarországon angol Facebook moderátorok dolgoznak, de viszont az Orbán Viktor, illetve hát a Fidesz által létrehozott megfigyelő csoport figyeli az oldalakat, és ő küldi ki a moderátornak, a profiloknak a linkjét, hogy ezt és ezt és ezt tiltani kell, ennyire, annyira, amannyira. Konkrétan az Angliában élő Facebook moderátornak bőze sincsen róla, hogy ki vagyok én, vagy ki vagy te, vagy ki a harmadik, negyedik, vagy mit te, mert hiszen innen megy a parancs oda. Egyébként én azokra a dolgokra mindig azt mondom, amit ugye a nagy maffia, nemzetközi maffia leleplezőként ismert Sándor István becenevén papa, a központi bűnöldözi igazgatóság ekkori főnyomozója csinált, tett a politikai üldözésekre, hogy ő gyakorlatilag mindenkit tűz alá vett, mindenkit lebuktatott, akiről csak csupán sejtette, hogy köze lehet az ellene folyó üldözésekhez. Tehát én nekem arról, amit elmondta, most már nagyon hosszú van a belefolyni, hogy én is milyen információkat szereztem be a Facebookra, meg olyan, aki a Facebooknál dolgozott, olyantól, hogy ezért, mivel csak felmerül, hogy lehet, hogy Orbán Viktornak és Lepjének bandájának köze van hozzá, ezért oda is vissza kell rúgni. Függetlenül attól, és ezt mindenképpen meg kell torolni, Orbán Viktoron és a Fideszre, noha egyébként Orbán Viktor az Európai Unióban szintén reklamálta a Facebook miatt, éppen akkor ugye nem a betiltásokat, de azt is, mert ugye a kommunikációért felelős államtitkára is előtte már reklamált, hogy a Facebook beavatkozik a választásokba, ugye akkor még úgy fogalmaztak, hogy akarva akaratlan, aztán ugye megérett az idő, közben Orbán Viktor meg közölte, hogy már a reklámozások miatt is le kell csapni a Facebookra. És ugye... Ezt tapasztaljuk napi szinten sajnos. Tehát ez abnormális. Túl azon, hogy ő mondjuk úgy másodpercenként ugrik fel egyéb pártoknak a reklámja, amiért nagyon-nagyon rászálltak. Igen, ezt én is látom. Hát mert ugye eddig nem volt igazából sok közünk a MIÉP-hez, ugye, annyi, mint a többi párthoz, de innentől kezdve, mivel nagyon látványos az a politikai üldözés, amit a moslék ír és mocskos amerikai kormány, az imperialista, burzsúi, háborús, bűnös, terrorista kormány elkövetett, a MIÉP ellen, ezért mostantól kezdve szorosabbra fűzünk mi is a kapcsolatokat a MIÉP-el, és nyilvánvaló, hogy azt is tervezzük, hogy időről ide rendszeresen műsorainkban is legalább lesz egy MIÉP-es olyan kerekasztal beszélgetések. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a megkeresést, és hát remélem, hogy majd lesz valami megoldás erre nagyon gyorsan, és kicsikét a Facebook arcát is vissza lehet majd fogni. Az biztos, hogy megkapják azt, amit eddig sose senkitől. Köszönjük szépen mi is. Nagyon szépen sok sikert. Minden jót kívánok. Minden jót.